Makóváros önkormányzata a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város hírnevének öregbítése érdekében húzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodnak. Maradandó alkotásaikkal elősegítették a város fejlődését, a lakók anyagi és szellemi jólétének gyarapodását. A díjat minden évben ünnepélyes keretek között államalapításunk ünnepén nyújtják át a kitüntetetnek. Mai napon Szent István királyunk mellett egy másik Istvánt is ünneplünk és tisztelettel köszöntünk, aki városunk életében meghatározó társadalmi, gazdasági és kulturális értékeket alapozott meg. Mindannyiunk számára. Tóth István a Walker Kft. Ügyvezető igazgatója. Több évtizede köztiszteletben álló vállalkozó, építő, városi és közösségi értékeket teremtő, s valahol a csend embere is egyben. Tóth István 1946. augusztus 5-én Kübekházán született. 1963-ban a Makói Vas és Fémipari Szövetkezetben állt munkába, ahol csoport- és üzemvezetőként irányította a mezőgazdasági gépalkatrészgyártást. A szövetkezet felszámolása után 15 tulajdonos társával 1992. augusztus 1-én megalapította a Walker Kft.-t. Az akkori 23 főt foglalkoztató cég mára már közel 500 fős létszámmal működik. Kandallóik elismertek a német, az angol, a dán és a hazai piacokon. Az évek alatt a Kft. Makó és térségének az egyik legnagyobb teljes egészében magyar tulajdonú cégévé fejlődött. 16 esztendeje szervezi a Kemencés és Hagymás Grill Fesztivált, mely széles körben ismert gasztronómiai fesztiválán nőtte ki magát. Miután átvette díszpolgári címét, az ügyvezető meghatódva mesélt díjáról. Amikor 1950-ben el kellett költözni Kübekházáról, akkor nagyon reménykedtem, hogy na majd ez a város befogad. A anyai nagyanyámék laktak itten, és azokhoz kellett költözni. És akkor még álmodni sem mertem arról, hogy na, én valahol majd ennek a városnak a díszpolgára leszek. De mindig a szüleim arra tanítottak, hogy ilyen becsületesen dolgozzá, és meg lesz az eredménye. Hát én amit tettem, megtettem a városért, dolgoztam mindig, és meg lett az eredménye. A díszpolgár 15 éven keresztül elnöki tisztséget töltött be a Marosmenti Vállalkozók Szövetségében, 3 éve pedig a Makói Kézilabda Klub elnöke és egyben a Makovesz Bizottság tagja, az Angyal Sóhaj Alapítvány mecénás díjasa. Többször kitüntette már a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2017-ben a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje díjjal ismerték el.